Szeretettel köszöntöm a Gyulafehérvári Caritas heti útra való című rovatának minden hallgatóját. Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda. Olvashatjuk Márk evangéliumának 10. fejezetében a 15. verset. Jézus az Isten országába való bejutást összekapcsolja a gyermeki sajátosságokkal. Néhány ilyen sajátosság a teljes igénye nélkül. Az első a bizalomból fakadó nyitottság. Az egészséges gyermek alapvetően bizakodó, és ezért nyitott kíváncsisággal szemlél mindent. A szó igazi értelmében szemlél. Szemügyre vesz mindent környezetében, és számítgatások nélkül kérdez rá mindenre. Ha ez a nyitottság már nincs meg benne, akkor nagyon korán megsérülheted a gyermeki énje, ezért fél bízni, és hajlamos bezárkózni. A második sajátosság a spontaneitás. Az egészséges gyermek különösebb gondolkodás nélkül ösztönösen és meglepetésszerűen kezdeményez új dolgokat. Ez a bizalomból fakadó nyitottság következménye. A gyermeknek nem is kell túlságosan sokat gondolkodnia, mert megérzésből és így szívéből cselekszik ösztönösen. Nem komplikálja a dolgokat. A harmadik sajátosság a jelenlét. A gyermek nem igazán érti a jövőt. A múlt számára elmúlt, a jövő még nincs itt. Ő a jelenben él. Akkor válhatok igazán bölcsé és krisztusivá, ha nyitottá válok e gyermeki tulajdonságok újra tanulására. Bizalomból fakadó nyitottság, spontaneitás, élet a jelenlétben. A bölcsesség, a gyermeki sajátosságok és a megfontolt felnőtt tulajdonságainak egyensúlyba, harmóniába kerülése. A krisztusi tanítvány az a bölcs ember, aki úgy gyógyítja meg sérült gyermeki énjét, hogy a Szent Lelket újra meg újra meghívja a jelenébe, és így Krisztussal halad az Atya felé. Így lesz egyre nagyobb benne Isten országa. Istentől megáldott szép hetet kívánok, Isten áldjon mindenkit, békesség Istentől, dicsértessék a Jézus Krisztus!